Na megint itt vagyunk, és igazából azért, mert a múlt héten, igen, a múlt héten rendeltem ilyen csapdákat, nagy farontólepke, diólégy, kis farontólepke ellen, és azt nézzük meg, hogy egy hét alatt igazából ezek mit hoztak. Egy része feromon csapda, egy része a diólégyre, az pedig egy ilyen sárga lapos dolog, amihez tartozik egy ilyen illatanyag. És ahogy nézzük, hát ebbe szépen vannak nagy farontólepkék. Itt van ez. Ez maga ez a feromon, valami guminak néz ki, azzal van átitatva. És levesszük az alját. Akkor itt vannak benne a nagy farontólepkék, amiket a szépen a hangyák már el is kezdtek megtámadni. Azért ezek nem kis lepkék. Uá! Közben a hangyák itt másznak rám. Tehát itt, mint látjátok, az ujjamhoz képest azért ezek a lepkék azért nem olyan kicsik. Visszarakjuk, megnézzük a többit. Megmondom őszintén, hogy kicsit szkeptikus voltam ezekkel a csaptákkal kapcsolatban, de hát ahogy elnézem, azért ezek valamilyen szinten működnek. Hát én meg nem mondom, hogy melyik micsoda, sőt, ahogy nézem, nem is látok benne dióburok legyet. Itt van maga ez egyébként egy ilyen illatanyag. Hát vagy pedig azok lennének, az a dióburok légy, nem tudom. Nem tudom, de egyfajta fajból, ebből a fajból van belőle rengeteg a lapon, tehát ha valaki úgy ebből is meg tudja állapítani, akkor az segítsen. Ezen a soron rendeztem el őket fölfelé. Elvileg azt írja, hogy 4 hektárra kell 2 darab. Ehhez képest én túltelítettem ezt a dolgot, de bajnak nem baj. Minden évben volt problémám, hát a nagy farontó vagy a kis farontó lepke valamelyikkel, mert végigfúrták a fát. Pont itt jövök el egyébként ez, és ha ezt megnézitek, ez is egy tavalyi vagy egy tavaly előtti farontó lepkének a bejárata volt itt, és valahol itt jött ki, azt hiszem. Igen, itt jött ki. Na most én ezt mindig úgy csináltam, hogy vagy egy drótot dugtam utána, vagy rovarírtószert utána fújtam. Közönséges szúnyogírtó, tehát semmi extra. Ilyen szúnyog, rovar, chemotox. Azt az eget. Hát azért, ahogy elnézem, gyerekek, itt is van bőven. Ez is nagy farontó. Tehát úgy látszik, hogy eléggé szennyezett ebből a szempontból itt az én környékem, nagy farontó lepke ügyileg. Van, amelyik még él is. Tehát megnézitek, rengeteg. Azt az eget. Van, amelyik még él is, úgyhogy gyengébb iregzetűek most elfordulnak. Hát, ja, így jártok. Szóval nem győzöm, tehát tényleg egyszerűen le vagyok döbbenve, hogy ez így működni tud. Először próbáltam ki, de hát brutális. Nem számoltam össze, de szerintem 10-20 darabot már fogott. És akkor feljövünk följebb. Na hát, ahogy látom, ott megint van egy szélkár, amiről csináltam egy videót is, hogy a fákat hogy hajtja szét a szél. Hát, gyönyörű volt. Köszönöm. Mondhatnánk azt is, hogy hújjon a férgese, de hát azért rohadjon meg.
Na mindegy. Az éve, mint mondtam az előző videóban, ahol a Diósba megyek egy kört, brutális szinten megerősödtek a diók, és hát ez a csapda, ez, ja. Ezt mindjárt egy picit megpróbálom valahogy megreparálni, mert ez így pont semmit nem fogott, hogy oldalt volt. Ugye a telefonnal kamerázok, így le fogom tenni, de megjavítom itt ezzel. Visszaködöttem itt hátul, valószínűleg kicsúszhatott ebből a fülből, amibe először beleraktam. Hát elvileg ez ugye a kis farontó lepkéjé, hogy most azért nem fogott, mert nincsen, nem működik, vagy mert oldalra volt fordulva, az mindjárt kiderül, mert van fönt még egy. Közben itt vagyok szintben, egy fánál, amit mutatok nektek. Sajnos ezt is egyszerűen eltörte a szél, pedig azért ez is már egy ilyen jó nagy únyi vas, csak kicsit vastagabb. Viszont indul az új hajtás, úgyhogy rendbe szedik ezek azért magukat. Hát az idei év az kuka nekik, itt is van egyébként egy induló rügy. Na de menjünk, nézzük fel, kíváncsi vagyok erre a kis farontóra, hogy abból fogtam-e. Közben itt jövök el, egy fa mellett. És ugye most van június vége, tehát ahhoz képest szépek a diók, hogy az valamilyen mechanikai sérülés, az szinte biztos. És itt is. Hát, ha megnézitek, azért ez egy gyönyörű hármas csokor. Na menjünk, nézzük azokat a lepkéket, mert erre vagyok kíváncsi. Ez a fa is egyébként nagy farontó lepkés károsítása volt. Tehát, mint látjátok, ez volt az eredeti. Itt volt az a hajtásom, amit elrágott, és vissza kellett vágnom, és onnan indult ez a majdnem vastagabb, mint az alatta lévő törzsrész. És ha megnézitek, egy nagyon szép fa lett belőle egy év alatt, vagy másfél. Na, menjünk! Ott is egy sárga lap jön, ezen a fán. És ez is tele van, csak hogy mivel? Aha, ezen már van másfajta is. Viszont ahogy elnézem, bár az se. Nem tudom megmondani, hogy milyen fajták ezek, mert nem felismerhetőek számomra. Hát van benne egy katica is, de ahogy nézem, ez a harlekin, vagy milyen katicának hívják, ami az őshonos magyar hétpettyes katicát gajra vágja. És ott van fent még egy, na ha odaérek, akkor újra bekapcsolom. Ez volt az a fám, ami ugyancsak félbetört, és megpróbáltam egy oltást elvégezni rajta, mint látszik. Hát ezen az oltáson itt volt fenn egy pici kerügy, ez elhalt. Tehát effektíve mondhatjuk azt, hogy nem sikerült. Viszont a fa szépen gyógyítja saját magát, és újra elindult. Úgyhogy, hát itt is ugye az a baj, hogy az idei évi hajtások azok, amik ilyenkor elvesznek, viszont maga a fa megerősödik. Úgyhogy öröm az örömben. Na itt vagyok. Ebbe, mintha lenne egy. Aha, ott is van. Egy darabot fogott. Ez azt jelenti, hogy maga a csapda egyébként működik. Itt van ez a feromon kapszula, amit ki kell nyitni. De valószínűleg itt az én részemen ez a kis farontó lepke, ez nem annyira jellemző. Nem, kettő van benne.
kettő. Döglöttek voltak már, de menjünk tutira. Na, hát a fű az megint nagy már, legalábbis nő. Ott van hátul az a fa, amit szépen félbevágtam. Ennyit a csapdákról, gyerekek. További szép napot!